A hölgyeket a citológiai szűrés mellett vércukor, koleszterin és csontsűrűség méréssel is várták. Az érdeklődők örömmel éltek a lehetőséggel. Igen, sok embert meg lehet így menteni. Nekem az a véleményem, és én támogatom nagyon ezt az egész akciót is, meg hát az embereket erre kéne ösztönözni. A szakorvosok nem győzik hangsúlyozni, az időben felismert ményakrák gyógyítható, ezért is van nagy jelentősége a szűrővizsgálatoknak. Mai ismert adatok szerint sajnos még mindig évente 400-450 nő meghal ményakrákban, holott egyikünknek sem szabadna meghalni, hogyha időben felismerésre kerülne a látmegőző állapot. Az önkormányzat évente kétszer szervez nőgyógyászati szűrőnapot Székesfehérváron. Mindig nagy az érdeklődés, ez számunkra egészen meglepő volt. Amikor először meghirdettük és kinyitottuk a Család és Nővédelmi Központot, vártuk a reakciókat, hogy egyáltalán van-e erre igény, sikeres lesz-e, és annyira sikeres, hogy most már rendszeresen évi kétszer bonyolítjuk ezeket a szűrővizsgálatokat. A szűrésre, melyre előzetesen kellett bejelentkezni, azokat a hölgyeket várták, akik eddig nem vagy 2-3 éve nem vettek részt szűrővizsgálaton. Az önkormányzat és a Humán Szolgáltató Intézet közös programján ezúttal több mint 120 hölgy élt a lehetőséggel.